korábbiakban már egyszer teszteltük a Citroen C4 Grand Picasso-t, hát azóta sem változott róla sokat a véleményünk, ebben a kategóriában talán a legértékesebb autó. Egy kicsit olyan, mintha a tervezők pusztán azon törték volna a fejüket, hogy minél nagyobb élvezetet okozzon annak, aki használja, aki megvásárolja, a felépítése is erre hívja fel a figyelmet. Az elejét, ha megnézzük, akkor érdekes ez az üvegkupola, ami tulajdonképpen az A-oszlop megosztásával, vékonyabb oszlopokra cserélésével épül fel, és olyanok a fém és üveg arányok is, hogy az ember a masszívságot és az esztétikai érdekességet egyúttal megtalálja benne, arról nem beszélve, hogy a belső tér hatalmas, látszik, hogy végig a tető magasságot úgy vitték végig, hogy a lehető legnagyobb helyet adja, egy hétszemélyes autóról van szó, a hátsó belmagasságra is igen nagy szükség van. Ami így kívülről nem igen látszik, az az első MacPherson rugózás és a hátsó csatolt lengőkaros spirálrugós egység, hosszanti lengőkarokkal. Ezek azt a hagyományos Citroenes kényelmet adják, mint általában megszoktunk a márkától. Finom, prémium minőségben nyíló, csukódó ajtók, a hangra különösen ügyeltek, és ha benézünk belőle, akkor látszik az igazából, amit az előbb említettem, hogy a tervezők úgy készítették el, hogy minden porcikájának örülni lehessen. Ha megnézzük ezeket a fémes díszítéseket a gravírozással, nem feltétlenül tetszett mindenkinek, de biztos, hogy nagy odaadással és egy különleges megoldást kerestek. Jól látszik az üléseken is ez a szemlélet, szolíd oldaltartás, nincs is szükség egy ilyen jellegű autóban valami hatalmas satúra, és úgy vannak elhelyezve a kezelő szervek, hogy nagyon jól hozzá lehessen férni, az egész autó felépítése magasságban is ezt a célt szolgálja. Itt látszik, hogy az ülés oldalán a fűtés, a masszírozás és az egyéb elérendők a lehető legjobb helyen vannak, és ha már az előbb hozzáfogtam, akkor be is fejezem, a magas ülés magasság, a jó kilátás, átláthatóság alapértéke könnyű ki- és beszállással. Itt egy különleges megoldást látunk, a jobb első ülésen természetesen extra szerelvény, egy olyan lábtartó van, ami nagyon ritka. Itt van ez a különleges nagy magasságú szélvédő, ami egyébként hátrányos is lehetne a napbesütése miatt, de itt látszik, hogy ragyogóan oldották meg, maga a tetőkárpit húzható előre, és abból még külön nyitható a napellenző. Itt a kokpit, a sebességváltót automata váltóról van szó, azért is teszteltük ezt az autót részben ezzel a motorral, de erről később. Jól látszik, hogy a sebességváltó karját fölvitték a kormány elé, fölé, úgy, ahogy annak idején a híres nevezetes Citroen DS-en volt. Annak idején az egy félautomata, hidraulikus működtetésű váltót kapcsolgatott. Itt pedig persze az automata váltó előválasztó karja. A történelmi hűség kedvéért még annyit, hogy ezzel a karral lehetett az ős DS-en önindítózni is, hogyha ezt a kart erősen balra eltolták, akkor indította az önindító motort. Amilyen nagy a hely, annyi sok rakodási hely is van, itt éppen középen egy nem túlságosan praktikus megoldást látunk, el vannak zárva a különböző csatlakozók ebbe a tároló rekeszbe, nem praktikus. Itt látszik az előválasztókarja az automata váltónak, egyébként egy AI-szín japán automata váltó, 6 fokozatú, innen is lehet kapcsolni, de ugyanakkor a kormány billentyűkről is, mert azok is megvannak. Érdekessége a műszerfal, ez egy 12 szolos megjelenítő, itt vannak egyébként a kormánykapcsolók, egy 12 szolos megjelenítő, ami átrendezhető, itt látszik egyébként, hogy a sebességváltó fokozatokat is mutatja, és itt az átrendezés mikéntje is látszani fog. Az autó motorja is ezért volt nálunk, az ETHP 1,6 literes motor, ezt a Citroen egy másik műszerfal beállítás, tehát a Citroen ezt a motort közösen a BMW-vel készítette, egy 4 hengeres közvetlen befecskendezéses benzinmotor, elől keresztbe beépítve természetesen, 2 felülfekvő lánchajtású vezérműtengely, ráadásul hengerenkénti 4 szelep, változó szívószelep vezérlés, turbó van, köztes hűtő, 1598 köbcentis a motor, és 165 lóerős a teljesítménye, 6000-en adja le, a nyomatéka 240 Nm. Látszott, hogy beláthatatlanul nagy a kesztyűtartója. Ez a kis motor egyébként a downsizing, a méretcsökkentés jegyében született, nagyon aktív és nagyon próbálkozik ebben a nagy karosszériában,
de ez a kis motor mégsem pótol egy nagyobb hengerűrtartalmat, az az érzésünk, hogy jobban lehetne járni egy nagyobb hengerűrtartalmú motorral, és sajnos egyébként fogyasztásban sem hozza azokat az előnyöket, mint egy ilyen kis motornak kéne. 10,7 literes volt 100 km-enként a tesztfogyasztásunk, ami nem túlságosan jó érték, annak ellenére nem, hogy a gyári fogyasztása az 7,4-et mond városban, 4,6-ot városon kívül, és 5,6 a vegyes fogyasztása. Az egy külön tanulmány egyébként, hogy a hátsó részt megoldották, az iskola példája, hogy kell egy egyterűt készíteni. Látszik, hogy 3 külön sinen tolható ülés van a második soron, mint mondtuk, 3 soros egyébként az utastér. Itt látszik, hogy az első ülések támláján asztalok vannak, régi trükk, a Citroen régóta csinálja, de nagyon finoman oldotta meg, külön világítással, könyvtartó gumival, csomagtartó netszel. Látszik, hogy a B-oszlopon van egy külön szellőzés, ami jól szabályozható, finoman állítható, és azt is látni fogjuk, hogy a biztonsági öv alsó bekötési pontját közvetlenül az üléshez rögzítették, lényegesen biztonságosabb, mintha simán a falra szerelték volna, itt mutatjuk egyébként. Visszatérve az erő átvitelhez, de azért érdemes a padlóba elhelyezett tárolóba is egy pillantást vetni, tehát visszatérve az erő átvitelre, ez az iSyn váltó csatlakozik egy hidrodinamikus nyomatékválton keresztül, ami azt jelenti, hogy nincs surlódó tengelykapcsoló, gyakorlatilag örök életű, és megadja az összes kényelmet, amit kínálhat egy automata váltó. Ráadásul ez egy híresen jó automata váltó, finoman ismeri fel a hegyre fölfelé, illetve a hegyre lefelé gurulás periódusát. Egy pillantás az utolsó üléssorra, nagyon egyszerűen egy mozdulattal, egy kézzel könnyen kiemelhető a harmadik üléssor. Nagyon könnyű beszállni, ebben a kategóriában talán a legkényelmesebb beszállást adja, pedig ez általában mindig problémás. A motor nyomatéka 240 Nm, ezt nagyon alacsony fordulatról 1400-ról indítja. Relatíve jó ki is használható a motor, de ahogy az előbb mondtam, kicsit talán túlságosan hangos ehhez a karosszériához, egy nagyobb motorral boldogabbak lehetnénk. De boldogok lehetünk ettől a megoldástól, itt is látszik, hogy milyen részletekben menően finoman oldottak meg dolgokat, a csomagtartó redőnyt milyen egyszerűen egy kis karral lehet kiemelni más autónál, bizonyára a nézőink is látják, hogy sokszor kínszenvedés kivenni. Itt van ez a hátsó lámpa, a Citroennél régi trükk, de mégiscsak egy tölthető akkumulátoros lámpa, pofon egyszerűen kivehető, sokat segít. Itt az is látszik, hogy teljes értékű pótkerék van a csomagtér alatt, nem foglal helyet, ha meg van rakva, akkor is könnyű kivenni. Itt egy másik nagyon szép megoldás, hogy milyen egyszerűen lehet beszállni a harmadik üléssorra, ezt az előbb említettem, egyetlen mozdulattal fölcsapódik az ülőlapja a második üléssornak, és előre lehet tolni. Látszik ez a hatalmas panorámatető, ami szinte tágítja a teret belül az utastérben, és itt azt próbálom megmutatni nagyon egyszerűen, hogy hátulról félkézzel milyen könnyű kilépni, és maga az a rés is, amin ki lehet jutni, milyen nagy. Néhány szót az autó méreteiről, 4597 mm hosszú, 1828 széles, a tengely távja 2840, látszik milyen jól el lehet benne férni, 1320 kg a tömege, 201 a végsebesség, és 0-ról 100-ra 8,8 másodperc alatt gyorsul, ami egy kis négyhengeres 1.6-ostól nagyon szép eredmény. Finom a kormány, finom a fék, nagyon jó a felszereltsége, benne van a holtér, illetve sávelhagyás figyelés, automatikus beparkolást lehet hozzá kapni, szellőzők a harmadik üléssoron, előrehajtható jobb első üléstámla, masszírozós üléseket lehet hozzá rendelni, és nagyon szellemes az az aktív sebességtartó automatika, aminek gyors választó lehetősége, hogy a műszer falról piktogramokkal lehet kiválasztani, például az országút és az autópálya üzemet. Finom egyéni megjelenésű, igényesen megvalósított, igen nagy belterű autó, értékarányos 7.990.000 forintos áron.